Azon tűnődtem, hogy milyen Istenre vágynak az emberek. Úgy általában mi emberek, akik testbe megszülettünk erre a földre, milyen Istenekre vágyunk. És persze a válasz szinte teljesen magától értetődő, ugyanis benne van ugye az anyanyelvünkben, amikor egymással társalgunk, és előkerül az Istennek a neve, egész pontosan az Isten terminus, Isten fogalom, akkor hozzáfűzzük azt, hogy jó Isten, hogy mi jó Istenre vágyunk. Úgy igazából talán nincs is kivétel ez alól. Mindenki a jó Istenre vágyik az ég alatt. De ki a jó Isten? Az a kérdés. Az a jó Isten, aki eleget tesz az ember kívánságainak. De hogyha az Isten, a jó Isten eleget tesz az ember kívánságainak, hogyan fog tudni az ember megszabadulni gyarló emberi mi voltától? Az emberek jó Istenre vágynak, nem pedig igaz Istenre. Talán a barátaim, erről már korábban is volt szó, hogy Isten ments a jó Istentől. Isten ments a magyarok istenétől, a románok istenétől, a székelyek istenétől, és minden nép istenétől. Isten ments. Mert ezek mind olyan istenek, amiket az ember elképzel magának. De hogyha én képzeltem el őt, nincs ahogy ő engemet megszabadítson. Kivegyen engemet a nyomorúságomból, a hazugságaim és a bűneim rabságából, drága barátaim. Remélem, hogy érthető, mert ezt ennél egyszerűbben úgy gondolom, nem lehet fogalmazni. Talán elérkezett az ideje a te életedben is, drága hallgató, hogy lecseréld a jó Istent, és az egy igaz Istenhez forduljál, az életszerzőjéhez, a világ teremtőjéhez, hogy ő megmutassa számodra az élet rendjét, az ő tökéletes elképzelését, ami szerint te átalakulhatsz, megújulhatsz. Mert csupán az igazi Isten, az igaz Isten, az élet szerzője teszi meg azt az emberrel, hogy nem alakítja az ő tervét, az ő tökéletes kijelentését a buta emberi gondolkodáshoz. Hanem azt mondja, hogy gyere, ismerd meg engemet, légy a gyermekem, és ha megismersz engemet, akkor megismerted az élet rendjét, és élni fogsz általa. Az a kérdés, drága barátom, hogy te mostantól milyen Istenre vágysz? Továbbra is a jó Istenre, a magyarok istenére, a székelyek istenére? Egy emberi elme által elképzelt Istenre, vagy az egy igaz Istenre, aki az életnek a tökéletes törvényét, képletét megalkotta, és életet lehet az anyagba. Mert ez az utóbbi Isten teljesen biztos, hogy nem jó Isten. Legalábbis a te gondolkodásod szerint nem jó Isten. Az én gondolkodásom szerint sem jó Isten ő. Az ő gondolkodása szerint jó Isten, és több, mint jó, tökéletes. És ő nem fog alkalmazkodni hozzám az én primitív, gyarló és balga elképzeléseimhez. Hanem azt mondja, hogy légy a gyermekem, ha megismersz engem, akkor elvezetlek minden igazságra, felnevellek, gyermekemmé teszlek, és igazi örömödöt fogod lelni az én közelségemben. Az Ószövetségben találkoztam egy királlyal, Júda házából, és ő is
leváltotta az egyigaz Istent, a Teremtő Istent, aki a Jézusnak a testét feltámasztotta, lecserélte a pogány népek isteneire, a szobraira, mert azok jó istenek voltak, mert ők a buta ember, a gyarló ember képzeletének a szüleményei voltak. És ahogy ő lecserélte az élő Istent a szomszédos népek isteneire, persze megtelt az ő háza, az ő népe babonasággal, erkölcstelenséggel, mindenféle romlottsággal. És ráadásul még a szomszédos népek is ellene fordultak, megtámadták őt. És az a jó Isten, akit ő elfogadott a pogányoktól, nem tudta őt megsegíteni, sőt, az élő Istennek a házából kioszta a kincseket, sőt, a saját házából is a kincseket kihozta, és annak az Istennek, vagyis egész pontosan annak a királynak ajándékozta, akitől remélte a segítséget. De az történt, hogy az ő Istene, annak ellenére, hogy ő hűtlen volt hozzá, ő továbbra is hű maradt hozzá. Nem engedte, hogy elbukjon, és nem engedte meg azt, hogy ő pénzzel megvesse a győzelmét, hogy még mélyebbre süllyedjen a hazugságaiban, a babonákban, a bálványimádásban. És ezért az a király, akinek oda ajándékozta a templom és a palota kincseit, ellene támadt. Tehát az igaz Isten nem engedte meg, hogy ő tovább süllyedjen a babonákban, az istentelenségben, a romlottságban. És ezzel azt akarom mondani, drága barátaim, hogy az igaz Isten abban különbözik a jó Istentől, hogy ha a gyermekeivé fogad bennünket, megdorgál, közben-közben lesz ott a nyakleves is, hogy túlságosan el ne bízzuk magunkat, hogy nehogy visszazuhanjunk a testbe, a testi gondolkodásba. Mert tudja, hogy mi lelkiek vagyunk, tudja, hogy a testünk az romlik, romlandó, meg fog öregedni, majd el fog rothadni. Ezért a mi Istenünk a lelkünkre pályázik, mert tudja, hogy a lelkünk örökkévaló, az nem fog megrothadni. És ezért az igaz Isten, aki nem jó, hanem szent Isten, ő mindenek fölé, mindenek elé helyezi a mi lelkünk épségét és egészségét. Ezért mondja a Zsoltáros, hogy örüljünk annak, hogyha Isten megdorgál bennünket. Hogyha kapunk sorsjelzéseket, hogy letértünk az életnek az útjáról. Örüljünk annak, mert azt jelenti, hogy szeret bennünket, és nem engedte el a kezünket. Nem engedte, hogy a saját buta testi kívánságaink után menjünk, és alakítsuk az életünket. És megmentette a lelkünket. Ez az igaz Isten és a jó Isten közötti különbség, drága barátaim. A jó Isten, mint mondtam, az emberi elme szüleménye, ugye pontosan, mint a szobrok, az Isten szobrok, meg a különböző szobrok, a különböző filozófiák, csupán az elmében vannak. A jó Isten senkit nem tud megmenteni a kárhozattól. A tudatlanság, a butaság és a babonaság következményétől, a betegségtől, a fájdalomtól és a haláltól. De az igaz Isten, a Szent Isten, aki legtökéletesebb módon a Krisztus Jézusban nyilvánította ki magát az ő szavaiban, az ő életében, ő igenis meg tud menteni, nem fog mindent megengedni. És boldog az ember, aki örömét leli abban, hogy elfogadja az igaz Istentől, a Szent Istentől a dorgálást, a feddést, az útbaigazítást, a bátorítást, a vigasztalást. Remélem, hogy ezzel a kis hangfelvétellel, ezzel a kis videóval
arra inspiráltalak, Isten segedelmével, az Úr Isten segedelmével, hogy elgondolkozz te is azon, hogy neked milyen Istenre van szükséged, jó Istenre, egy általad elképzelt jó Istenre, egy bálványra, egy szellemi bálványra, vagy pedig az igaz Istenre, a Szent Istenre, a világ teremtőire, az élet szerzőire, aki nem csupán megvigasztal és bátorít, hanem meg is dorgál, amikor butaságot követsz el. Annak érdekében, hogy a lelked ne vesszen el. Hogyha netán az utóbbira van szükséged, elárulom baráti szeretettel, féltő szeretettel, hogy ez az Isten tökéletesen kijelentette magát a Krisztus Jézusban, az ő szavában, az evangéliumban. És ha igazán vágysz rá megismereted, nincs szükséged ehhez semmilyenféle vallásra, felekezetre, emberi szervezetre, sem tanfolyamra, semmire. Nyitott szívre, nyitott elmire és hajlékony térdekre. És megkapod a kijelentést az igaz Istenről, az igaz Istentől, és megmenekülsz általa. És igazi örömöd lesz általa, olyan örömöd lesz általa, amelyet senki nem vehet el tőled. Sem ember, sem semmilyenféle bálvány, semmilyenféle szellemi entitás. Isten áldjon!